Németországba kimentünk és megnéztük, ez nagyon jól működött. Volt egy, amit személyesen végigkísértem, Németországból a spanyol határig, ez a félpótkocsis rendszer még 2008-ban, és teljesen jól működött. Akkor elhatároztuk, hogy elkezdjük mi is ezt a félpótkocsis szállítási módszert, de akkor jött a gazdasági válság, és ezt nem lett megvalósítva, mert a fuvarok visszaestek, a cégeknek a gyártása visszaesett, és újra 2011-ben kezdődött a cégnél az, hogy foglalkozunk vele. Ez a cégünk 2008-ban alakult, végül is nem is intermodális szállításra, hanem csak egy egyszerű szállítmányozási tevékenységre. De mikor ugye eldöntöttük, hogy megpróbáljuk ezt az intermodális szállítást, akkor ezt a céget megpróbáltuk olyan helyzetbe hozni, hogy nagyon nehéz, megmondom őszintén, nehéz volt, mert nem volt semmiféle segítség. Megpróbáltuk olyan helyzetbe hozni, hogy intermodális szállítást tudjon végezni. Ehhez először ugye a KPM-nél beadtuk a szükséges okmányokat, és ott akadálymentesen működött minden, de semmilyen segítséget, tehát mi közútnak nyilvánították, és semmilyen segítséget nem kaptunk sem a kormánytól, sem pályázattól, semmi, és elindultunk 16 fél pótkocsival. A akkori Interferi Boat volt egy ilyen operátor, ővelük szállítottuk ki a félpótkocsainkat Duisburgba. Ezt az útvonalat azért választottuk, mert úgy érezzük, hogy Magyarországnak ez a legfőbb kereskedelmi útvonala. Úgy export, mint import irányban, ez a Budapest-Duisburg, és onnan tovább Hollandia-Belgium, majd hajóval át Angliában. A legnagyobb szállítási tevékenység közúton is, meg úgy gondolom vasúton is ezen az útvonalon van. Mi akkor döntöttük el ezt, hogy ezt az útvonalat fogjuk választani. 16 félpótkocsinkat megvásároltuk a Kögel Hungáriától, és ezzel kezdtük el a tevékenységet. A tevékenységben teljesen arra szorítkoztunk, hogy mindent mi csináljunk. Volt a kezdetén az, hogy alvállalkozásban Duisburgból félpótkocsinkat vitték ki, és nem működött. Elvesztek az információk, stb. Akkor döntöttük azt el, hogy a félpótkocsinkat saját magunk kezelésében, saját magunk irányításában, saját magunk nyerges vontatóival, saját munkatársainkkal, saját gépkocsivezetőnkkel mi csináljuk. Ekkor már kezdtünk olyan állapotba kerülni a félpótkocsi szállítással, hogy eleget tudtunk tenni a közúti szállítás, tehát a közúti igényeknek, mert ugye a vasúton azért még mindig nehezebb, mint a közúton, tehát olyan szempontból, hogy közúton elindul a gépkocsi, hiába, hogy pihenő, stb. Pontosabban tud célba érni, mint a vasúton. A vasúton sokkal több bökkenő, valamint ki kell küszöbölnünk, hogy azokat a just-in-time időpontokat tudjuk tartani, és ne csak tömegárut tudjunk szállítani. Mi megpróbáltuk a darabárut tömegárosítani, tehát hogy ugye a nagykörösi konzervgyárnak a konzervét felvettük, amit ugye csak közúton ment, de viszont szállítottunk autóalkatrészt is így, és ezeket pontosan kell szállítani, és a vasúton sajnos nem nagyon működött elejébe, nagyon sok probléma volt. A vasúti operátor, és a vasút társaság is, aki továbbította a vonatokat, nem igazán tudtunk együttműködni. Ekkor 2013-14 elején úgy döntöttünk, hogy ezt a szállítási formát egyelőre felfüggesszük, mert nagyon sok probléma volt. Vesztettünk cégeket, ezek miatt a problémák miatt. És tovább folytattuk azért a kutatáskeresést, és talán a Hupakkal, ez egy svájci operátor cég, elég, hogy mondjam, jó kapcsolatba kerültünk, és elmondtam nekik ezt a dolgot, hogy lehetne ezt igazán jól működtetni. Hogy működne ez jól, hogy tudnánk, a versenyképesek tudnánk lenni
a közúttal. A Grizzone úr, aki a Hupaknak a kereskedelmi dolgait intézi, aztán kereskedelmi vezető is ott a Hupaknál, leült velem, és végigbeszéltük az egész folyamatot, hogy lenne az a dolog, ami, tehát hogy tudnánk versenyképesek lenni a közúttal. Akkor ezt a 16 félpótkocsit felnöveltük 48-ra, és megpróbáltunk olyan cégeket magunk köré gyűjteni, akik nagy volumenben szállítanak, és nem igazán határidőre, tehát raktárra szállítanak, leginkább raktárra szállítanak. De ugye ez csak export irányba volt érvényes. Az import irányban ugye ki kell használni a félpótkocsit export-import irányban, tehát nem lehet azt megtenni, hogy kifelé rakottan megyünk, visszafelé üresen. Import irányban még mindig megvolt az a működési probléma, hogy ugye nem érkeztünk be időre. Szintén ugye, amikor elkezdtük a Hupakkal most 2015-ben ezt a fajta szolgáltatást, hosszú-hosszú tárgyalások, beszélgetések, összetűzések voltak, és kidolgoztuk azt a módszert, hogy teljesen jól üzemeljen. Most azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban 96%-os hatékonysággal tudjuk kielégíteni a megbízóinkat. Hogy részleteket mondjak erről a dologról, olyanokat vezettünk be, hogy ugye ha vonat, tehát együtt kell, egyé kell tenni a közutat, a vasutat és a megbízókat. Úgy kell szervezni egy vonatot, hogy úgy induljon el, hogy az a félpótkocsi be tudjon érni a terminálba, de az a félpótkocsi meg tudjon rakodni abba az időbe, amikor ugye a szállítatóknak a munkaidő van. Tehát ha azt mondom, hogy csak példákat mondok, akivel dolgozunk, egy papíripari vállalat, reggel 6-tól 18-ig rak félpótkocsit, nem lehet elindítani 18 órakor egy vonatot. És ugye ezek a dolgok elejében nem volt odafigyelve erre a dologra. Megpróbáltuk a vasútba beleilleszteni a közutat, ez nem működött. Abszolút nem működött, hogy a vasútba illesztjük bele a közutat. Muszáj volt a vasútnak alkalmazkodni a közúthoz. Tehát egy 18 órás egy cég, ami 18 óráig rakodik, azt még el szeretnénk vinni ugye aznapi vonattal, mert számít az a dolog, hogy A napon megrakunk, C napon le lehessen rakni. Ez a közútnak a tematikája, hogy ugye itt ezenben a 1200-1500 kilométeres intervallumú fuvaroknál, ami ezen az útvonalon van, ami a Ruhr, Belgium, Hollandia, ott ugye a harmadik napon a közút mindig lerak nekünk. Ezt ugyanúgy teljesíteni kellett, ezért a vonat ugye leginkább éjszaka, tehervonat leginkább ugye éjszaka tud hatékonyan közlekedni. Nappal ugye főleg Európa felé a személyszállítás eléggé visszaveti. Ki kellett dolgozni azt a menetrendet, úgy mondjam, amit ugye a Hupakkal dolgoztunk ki együtt, ugye, hogy éjszaka körülbelül 60-70%-os hatékonysággal tud előre haladni a vonat, amíg nappal 30-al. Ugye a két éjszaka állt az A és a C nap között rendelkezésünkre, így úgy kellett ezt az 1200 km, 1204 km-es távolságot felosztani a vasúti közlekedés, tehát a vasúti való haladásra, hogy az éjszakai 60%-ot ki tudjuk használni, nappal a 30%, és megint éjszakai 60%, és a két berakodás is működjön, ami általában 4-4 órát vesz igénybe. Így ugye ez lejön a vonatnak a tranzit idejéből. Megszüntettük azt a tranzit időben, megszüntettük azt a dolgot, ami rettentően visszaveti a vonatnak a közlekedését, hogy a határon mozdony cserél. A mozdony csere, bármilyen fennakadás van aznap a
vasúti közlekedésben az adott országban, ami onnan indul a vonat, és a határra érkezik és mozdony cserél, az biztos, hogy akkor abban a pillanatban félrerakják azt a vonatot. Ha viszont mozdony csere nélkül tovább tud menni, akkor ugye egy mozdonyvezető váltással elméletileg 3-4 perces tartózkodással át tud menni a vonat a határállomáson, és ugye a határállomásokon még benne van a 2 óra, amit már nagyon régóta alkalmaznak a vasutak, ugye, hogy 2-3 órákat határállomásra a menetrendi visszaigazítás véget tartózkodási időt jelölnek ki a menetrendben. Ez ugye annak az a szerepe, hogyha egy vonat az adott országból késik, a következő országban a menetrendjében el tudjon indulni. Itt a 3-4 perces mozdonyvezető váltással el tudtuk érni azt, valamint az éjszakai időintervallumok időintervallumok beállításával el tudtuk érni azt, hogy 60%-osan tudott menni a vonatunk az adott országban éjszaka. Utána ugye megint egy nappali időszak jött, amikor kiszámíthatatlan a vonatnak a menetrendje, még abban az esetben is, hogyha tehát semmilyen olyan akadályozott tényező nincsen, mint például vágányzár vagy egyéb okok, nappali közlekedése, nappali menetrendje teljesen kiszámíthatatlan a vonatnak. Még ezeknek az FTL vonatoknak is úgy lehet mondani. Az éjszaka jött megint az éjszaka, és akkor megint ki tudtuk a 60%-ot használni, és ezzel tehát ilyen 1-1,5 órás maximum késéssel meg tudott érkezni. Ez volt a maximum a utóbbi 4 hónapban, hogy 1-1,5 órás késéssel meg tudott érkezni. Természetesen a Viszmajort meg a rendkívül dolgokat nem beleszámolva, ugye meg tudott érkezni a terminálba. Onnantól már a terminálnak a feladata, hogy pontosan és rendesen dolgozzon, és át tudja adni a félpótkocsikat. Ezzel el tudtuk érni, ezzel a fajta összhanggal, el tudtuk azt érni, hogy most például Nissant tudunk szállítani a Hakepak rendszerbe, ami ezelőtt 3 évvel elképzelhetetlen volt, hogy mi elmerjünk egy olyan fuvart vállalni, aminek pontos lerakási határideje van. Azáltal ugye, hogy egyből szalagra mennek az áru, amit viszünk. Most már Sunderlandben, tehát föl egész skót határoz, felhordunk Nissan alkatrészeket olyan pontossággal, hogy nem volt még késésünk az elmúlt 4-5 hónapban ezzel a fuvarra kapcsolatban. Ami még talán fontosnak tartom a további terveinket, szeretnénk fejleszteni, tehát a szolgáltatás, mivel hogy környezetbarát, és én kint voltam 2015-ben a rotterdami szakmai kiállításon és szakmai fórumon, ott sajnos Magyarország nem képviseltette magát kormány szinten, de a több ország, Németország, Hollandia, Belgium, azok képviseltették magukat, és el is mondták, hogy ők ezt a fajta szállításmódot nagyon előtérbe helyezik. Például a német gazdasági minisztériumnak az egyik szóvője azt elmondta, hogy 2025-re sokkal több kamiont szeretne a vonaton szembe látni, mint a közúton. Azzal indokolják, hogy ez a mértékű autópálya díj, amit most kivetnek a kamionokra, ez nem fedezi azt a ráfordítást, amit az utaknak a karbantartása, az utaknak a felújítása, az utaknak az üzemeltetéséhez kell. Ez jóval több, és hogyha nem fog ez megváltozni, akkor viszont az autópálya díjak fognak nagyon drasztikusan elszállni Európában. Ezért a környezethatékonyság, a környezetbarát dolog mellett azért próbálják ösztönözni a cégeket majd olyan
Tehát konkrétan ott nem mondtak, hogy milyen, de valószínűleg kedvezményeket fognak azok a cégek kapni, amik az út során, forrasztatói útuk során legalább 2/3 kiváltják közút-vasút kombinációt, tehát a közút-vasút kombinációjára. Mi ugye ezzel a Budapest-Duisburg viszonylattal, ami 1204 kilométer, a Magyarországról induló, még a legtávolabbi pontot figyelembe véve is, ugye Záhony, és mit tudom én, a Duisburgtól 300 kilométert megyünk, ugye már rögtön a tengerbe vagyunk valahol, tehát azt nézzük, akkor is mi a 2/3 majdnem elérjük ennek a szállítási formának. De ugye egy Budapest Ruhrvidéken pedig szinte 90%-os kombinált szállítási hatékonysággal tudunk üzemelni. A cégek elég vegyes érzelemmel fogadják ezt. Én hétfőn voltam a Borsodkendbe tárgyalni az ottani szállítási logisztikai vezetővel. Magyarországon nem igazán látják még. Én azt látom, holott ez az úriember nagyon pozitívan állt az egészhez, de Magyarországon idegen, tehát Magyarországon levő cégeknek az érdekeltsége szerintem 70-80% ugye nem magyar eredetű. Pont ezért ugye azt várná az ember, hogy úgy állnak a dolgokhoz, hogy ugye Nyugat-Európában már ez a fajta környezetbarát fuvarozás jobban elterjedt Magyarországon, de nagyon sok cégnél azt tapasztaljuk, hogy abszolút bármilyen formában közelítjük meg nekik, és megmondjuk, hogy olcsóbb, gazdaságosabb, környezetbarát, ugyanazt tudjuk teljesíteni, és mégsem partnerek ebben a fuvarozásban. Szerintem ezt Magyarországon is nagyobb a médiában jobban kellene reklámozni. Mivel én úgy tudom, Magyarországon két cég csinálja, mi és a TFO, ők csinálják ezt, és az LKW Walter, aki viszont osztrák tulajdonú cég. Én próbálom most ezt itt a Gesef Kargóval egy olyan egyességet, egy olyan olyan üzletet próbálunk összehozni, amiben több magyar céget bevontunk. Csináltunk egy ilyen meetinget, amire elhívtunk olyan magyar cégeket, akik magyar eredetűek, tehát nem Transped Ausztria, hanem igazán magyar tulajdonosokkal rendelkeznek, és elmondtuk ezeket a szállítási formát, előnyeit, hátrányait, mindent, hogy mennyire fontos ez, hogy a megszervezettsége ennek a szállítási formának. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a magyar cégek közül 70%-a érdekelte, és azóta is beszélünk, kapcsolatot tartunk, várjuk az eredményeket a Gesef Kargó részéről, hogy meg tudjunk indulni egy nagyobb formában, saját vonattal. Ami még ugye ebben visszatérve hátrány, hogy nem csak ezekkel a vonatokon nem csak hafakefak rendszer van, hanem konténerszállítás van, akkor hát igen, konténerszállítás van, gondolom, hogy ilyen normál vasúti szállítás nincsen, de ez visszaveti a hafakefak rendszert. Úgy érzem, hogy vannak olyan cégek a konténerszállításban, és akik előtérbe helyezik még a konténert, és lemaradnak ezért a félpótkocsik, és ez problémát okoz. Ezért szeretnénk azt a dolgot, hogy a Magyarországról csak félpótkocsis szállításra induljanak el vonatok, és saját operátor kezelésbe, tehát a Gesef Kargóval, hogyha szerződést tudunk kötni, akkor ők csak vontatási továbbítást szeretnénk, hogy nekünk végezzenek, és ez a csoportban levő 5-6 cég viszont operátort fog kérni. Nagyon fontos, mert mi akkor tudjuk végigkövetni a vonatnak az útját, tudunk mindent követni, és ezáltal a közutat tudjuk, tehát a közúti
további utófutást tudjuk jobban tudjuk kezelni, és a cégeket, akiknek az áruit szállítjuk, bármi probléma esetén értesíteni tudjuk.